A bonyhádi U9-es korosztályú labdarúgók játszanak éppen a zombai focistákkal a Tolna megyei futsalbajnokság 5. fordulójában, Kozár Mislenyben. Azért éppen itt, mert az 5 résztvevő csapat közül 2 baranyai volt. Szerintem jól sikerült, én most rúgtam egyet ezen a meccsen, és szerintem jól játszottunk eléggé. Szerintem jól sikerültek, azt szeretném, hogy most is nyerjünk. Ugye azt szeretném, hogy rúgjunk az első félidőbe 1-2 gólt, és utána azt kihúzzuk a második félidőbe. A bonyhádiak 3 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel a harmadik helyről várták az utolsó játéknapot. Minden fordulóban egy csapat pihent, így 3 meccset játszottak a gyerekek. Bonyhádiak vagyunk, Bonyhádról jöttünk, U9-es csapatom van, nemrég vettem át őket, van egy kollégám is, Völgyi Péternek hívják őt, és hát igazából azért jöttünk el ide, hogy a fiúk minél jobban tudjanak fejlődni, megtanuljanak passzolni kis területen, és igazából nincs jelentősége annak szerintem, hogy most győzünk vagy veszítünk. Nyilván minden meccset meg szeretnénk nyerni, de elsősorban az a lényeg, hogy a fiúk jól érezzék magukat, és hogy minél többet tudjanak fejlődni. Nagy örömmel jönnek el a srácok játszani, úgy veszem észre, hogy szeretnek is itt velünk lenni, mint az edzőkkel, a többi csapattal is szeretnek együtt focizni. A bonyhádiak a következő mérkőzésüket a házigazda Gold Sport Kft. Gárdája ellen játszották. Nagyon jól sikerültek, és körülbelül hány gólt lőttetek? 30. Hány gólt lőttél? 10-20. Melyik volt a legnehezebb meccs? Melyik csapat ellen, elmondod nekem? Együse. Nagyon szeretem, és így 1 éve játszott. A Gold Sport Kft. Csapata torony magasan az élen állt az 5. játéknap előtt. Az első 4 fordulóban ugyanis minden mérkőzésüket megnyerték. Igazából a labdarúgásnak a kezdete minden benne van, az 1-1-től kezdve a 4-4-ig minden játékszituáció, amit az alaplabdarúgásban meg lehet találni. A kényszerítők, a passzok, a labda kihozataltól kezdve azt gondolom, hogy minden benne van ebbe a futszába. És egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Lok Krisztiánnak a csapata amúgy, de én is 2-szer voltam eddig velük. Hát egy hatalmas nagy élmény őket látni, játszani, ahogy tényleg a labdát kihozzák, megpróbálják megjátszani a labdát. Mint eredményben, hát eddig majdnem minden mérkőzésünket, sőt minden mérkőzésünket megnyertük eddig, hihetetlen jó gólarányjal, 74-et tudtunk eddig rúgni, ha jól számolom is csak 4-et tudtunk kapni, és kimerem jelenteni, hogy egy forduló a vége előtt már megnyertük a bajnokságot, ez egy nagyon nagy öröm. Az 5 játéknap eredménye alapján az első helyen a Gold Sport Kft. Elnevezésű Kozár Mislenyiek végeztek. Második lett a KSE Zomba, a harmadik a Bonyhád VLC, negyedik lett a pécsváradi Spartacus Ese, és az 5. helyen a Dombovári FE csapata zárt.